A hétvégén tartották a középiskolások művészeti vetélkedőjét az Óbecsei Városi Színházban, melyen több mint 80 vajdasági diák állt a zsűri elé beszédművészeti és irodalmi kategóriában. A rendezvény vasárnap gálaműsorral és díjkiosztóval, valamint a legjobbak bemutatkozásával zárult. A verseny ünnepélyes megnyitóval kezdődött, majd a beszédművészeti és irodalmi vetélkedő után a résztvevőknek alkalmuk volt műhely foglalkozásokon, kerekasztal beszélgetésen és zenés szórakoztató esti programokon részt venni. Az átütő öröm, a rengeteg taps és a tömeges részvétel jellemezte az idei KMV-t, értékelte Olá Tamás, a rendezvény szervezőbizottságának fő koordinátora. Nem emlékszek olyan KMV-re, pedig most már azt hiszem, hogy 13. éve KMV-zek szervezőként, amikor ennyire örültek volna egymásnak a versenyzők, amikor ennyit tapsoltak volna. Valahogy ez a néhány nap alatt, ami végül is, hogyha a KNV-t és a KSFV-t is beleszámoljuk, akkor összesen 6 nap, úgy összekovácsolódik ez a generáció, amelynek a tagjai ugye megmérettetik magukat, vagy inkább időt töltenek együtt, hogy egyszerűen közös élményé, meg közös sikerré válik minden, ami itt történik. Rengetegen voltak Becsén, rengetegen igényeltek szállást, talán soha nem is voltak még ennyien. Tehát az látszik, hogy a covidos évek után most magára talál ez az élő közösség ismét. Bakos Orsolya, az Óbecsei Közgazdasági Kereskedelmi Iskola 3. osztályos diákja, Temerinből érkezett a versenyre, és elmondása szerint a néprajzi pályázatot választotta déd nagymamája múltbéli történetei miatt. A déd nagymamám nagyon sokat mesélt. A II. világháborúban ő akkor született, ő akkor kislány volt. Nagyon sokat mesélt azokról a játékokról, amikkel ő átviselte ezt a szörnyű katasztrófát, és engem ez fogott meg az egészbe, ezért döntöttem úgy, hogy én majd a néprajzi pályázatot választom, és abból írok dolgozatot, mert engem nagyon megfogott ez a múltbéli események, és a múlt már maga annyira vonzó volt számomra, hogy én dolgozatot kellett írnom belőle. A középiskolások művészeti vetélkedője az 57. évfolyamába lépett, és ez rendkívül fontos a vajdasági magyar közösség számára. Ezért a Magyar Nemzeti Tanács kiemelt jelentőségű rendezvényé nyilvánította. Emelte ki Húgyik Rihárd, a Magyar Nemzeti Tanács végrehajtó bizottságának kultúrával megbízott tagja. Fontos tartatjuk, hogy a vajdaság területéről a középiskolások megjelenjenek Óbecsén, és annak is örülünk, hogy az óbecsei önkormányzat, illetve az óbecsei közösség ezt hosszú évtizedek óta magáénak érzi. A Magyar Nemzeti Tanács fontosnak tartja a közösségben való gondolkodást, a fiatalok megszólítását és a művészetnek az ápolását. És ezért gondoljuk azt, hogy ennek nem csak a megtartása, hanem a fejlesztése is a feladatunk. Hiszen itt a művészet különböző területei, a versek, a költészet, a képzőművészet, a humoreszkek, a tanulmányok, publicisztikák is megjelennek, és ezáltal a gyerekek erősödni tudnak, a nyilvánosság előtt meg tudnak jelenni, ugyanakkor viszont meg is tudják magukat méretni, ugyanis versenyről van szó, visszajelzéseket kapnak, és tudnak fejlődni. Abban reménykedünk, hogy ez a következőben is ugyanilyen szinten megmarad és fejlődni fog.